Oké. Szevasztok, emberkék, üdvözlök mindenkit! Szóval a mai napon egy, megint csak egy új játékkal jövök nektek. A címe Atlas Fate, The Between Lights and the Darkness. Oké, szóval a játék az valójában, én belenéztem, és meglepődnétek mennyire kurva jól néz ki a játék. Különlegessége az, hogy 6 vagy 7 egyetemista srác csinálta a játékot, ami... Hát meglátjátok, hogy miért lesz olyan fűde nagy dolog. A játék egyébként első ránézésre nagyon-nagyon hajaz az Aragami című ilyen lopakodós, ninjás játékra, de majd meglátjátok, hogy miért. Szóval, nincsen, amit látjátok, nincsen options, meg nincsen ilyen, semmi ilyesmi, úgyhogy nem tudok beállítani rajta semmit, de látni fogjátok, hogy amúgy maga a játék viszont marha jól néz ki. Szóval nyomjunk egy akkor egy new game-et. Fönt fölöttem az FPS mérőt láthatjátok, hát néha leszokott esni ilyen, attól függ, hogy igazából a játékban mit jelenít meg, nem tudom, azt még nem tudom, hogy mennyire, hogy mondjam nektek, mennyire optimalizált a játék, vagy sem. Most ez 1440p-be megy a felvétel, és tűélesnek kell, hogy legyen, szóval remélhetőleg a minősége a videónak, illetve a hang is nagyon jó lesz. Lássuk. Jó, tehát a játékban, mint látjátok, itt teljesen másik világ van, mint... Tehát ez nem egy tehát egy jövőbeli világot mutat be. Ezzel a sráccal vagyunk, vagy hát ezzel a hurga töltővel itt. Oké, okay, szóval valójában mi egy ilyen titkos ügynök vagyunk, de amit látjátok, hogy ez gyakorlatilag bement, tehát így nagyon érdekes koncepció, és nagyon tetszik nekem, és ezért ragadt meg rajta a szemem, jó? Szóval, a játék ugye VS-AD-val mész, semmi extra. Oké, okay. Amit látjátok, a felbontás az árnyéknak, hát nem túl nagy, vagy ilyesmi. Itt egyébként ez egy úgymond tutoriálként mutatja azt, hogyha megnyomom a jobb egérgombot hosszan, akkor bemegyek így az árnyék, úgy bemegy a tehát ahol árnyék van, ott a föld alatt be tudsz menni, vagy hát a fizéba, viszont ha kijössz a fényre, azonnal kijössz az árnyékból. Így aztán ez alapján van felépítve a pálya, ami egyébként kurva jó. Tehát nézzétek meg, tehát most amíg én az árnyékba vagyok, addig semmi probléma, kicsit is kimegyek ott a fényre, nézd meg itt, tiri, és automatán ki is jön. Jó, tehát ennek függvényében kell nézni azt, hogy merre kell menni a játékba, ami hát elég király. Oké. Okay, tehát amit látjátok, nézzétek, tehát itt föl lehet menni a falon, akár így is látjátok, tehát hogy mennyire király. Shadow Merge, oké, okay, az azt jelenti, szóval amikor leugrok, tehát valójában van benne falling dimension, amikor leugrok, akkor meghalok, viszont ha előtte gyorsan megnyomom ezt, hogy így, akkor bemegy a föld alá és tompítja az ütést, vagy hát az esést. Így. Hello. Mennyire jó vagyok. Oké. Okay. Amit látjátok, tényleg ez tutoriál, tehát itt ez még nem. Igen, run ugye az shift, a C-vel pedig a googolás. Oké, okay. Stim. Szóval itt át kéne mennünk valahogy. Oké. Okay. Szóval a hídon nem tudunk átmenni, ugye azt mondta a srác, szóval egy másik utat kell találnunk, hogy át tudjunk menni. Ugrás nincs benne, vagy bármi ilyesmi, ha esetleg ez valakit így érdekel, tehát nincs benne, abszolút nincs benne ugrás. Kurva jó képi világa van, tetszik a... Jó az elképzelés. Várjátok, itt átmegy egy árnyék. Akkor most én azt tudom elvileg... Átment, jó. Akkor így kell. Oké. Okay. Nem mi volt ez? Oké. Okay. Ja, egyébként van controller support is a játékban, hogyha ez valakinek így fontos. Szóval nem szól. Remove, igen.
Azt már nyomogattam, a space-t, igen. Oké, okay, itt írja. Itt van egy lépegető, várjál. Oké. Jó, tehát ez a bal egérgomb gyakorlatilag, ennyi. Merged enemy. Nyomd az E betűt és a jobb egérgombot. És akkor be tudod rántani, el tudod rejteni a föld alá az ellenséges járműveket. Oké. Okay. E-vel használom. Nem tudom, milyen hosszú a játék. Jó, belenézünk, skacok. Gondoltam, megmutatom nektek, mert ezen valahogy így megakadt így a szemem, hogy ez így marha jól néz ki, és szerettem volna nektek bemutatni, jó? Szóval nem tudom, milyen hosszú a játék, ez valójában szerintem egy demo körülbelül. Oké, okay. Valami turpisság lesz. Ha, úgy nem tudunk, várjátok, akkor sprint. Tehát ki kell kapcsolni itt, azt tudom, látom, itt van egy ilyen biztos, hogy be van kapcsolva. Oké, okay. Hello, igen. Itt be kell mennünk. Amit látjátok, tehát azért van töltés, meg minden, tehát még azért nem abszolút nincs kiforva a játék, igen. Sonar, aha. Wow, oké. Oké. Szóval, ez alapján, hogy így... nyomunk egy ilyen szonárt, már mutatja is, hogy mi merre van, hol kell kikapcsolni dolgokat ahhoz, hogy tovább tudjunk jutni. Tehát bejöttünk itt a sötétbe, itt fel tudunk menni akkor ide. Mennyire jó megoldás, mennyire másképpen közelíti meg a szokásos, fussunk fel a falon, meg mászunk fel a falon típusú játékokat, egyszerűen nagyon, nagyon, nagyon fasza. Igen, az majdnem észre. Hello. Oké, okay. Nem tudom, hogy mi alapja. Hello. Az lát minket? Az nem láthat minket, ugye? Ha sötétbe megyünk, hát mi? Oda kéne bemennünk valahogy, nem? Oké. Okay. Nem tudom nektek mennyire sötét a játék, nálam rettenetesen sötét a játék, csak mondom. Tehát, ha ti nem látok valamit, akkor én ugyanannyit látok, csak mondom. Hello. Ez továbbra is kurva jó, tehát ez zseniális. Oké. Okay. Tehát van, itt van egy bizonyos ugye, rész a pályákon, ahol nem tudsz már tovább menni fölfele. Aha, tehát megvan adva, hogy be van határozva, hogy merre mehetsz ugye a pályán. Én nyilvánvalóan. Hello. Oké, okay, erre nem. Ott van egy lézer, igen. Ide be kéne mennünk valahogy, oda. Hello. Onnan azok néznek? Nem hiszem, ugye? Elvileg nem. Az ott viszont néz. Oké. Okay. Nem látott. Megyünk tovább. Hello. Azt a kurva! Most az idejött? Igen. Várjál. Oké, okay, most nem ide kell. Most miért raktam meg? Egy ennyitől meghaltam. De szar! Na jó, oké. Oké, oké. Elbasztam. Igen. Szóval. Azt mondja, hogy alapból nem oda kellett volna menni, hanem először is a generátorhoz. Valami generátorhoz. Oda? Az ott fönt az. Úgy nem tudunk fölmenni. Kicsit... Oké. Okay.
ez itt nem vezet sem erre. Hát pedig erre kell átmenni, nem? És erre is át tudunk menni. Igen. Mi? Micsoda? Nem tudok fölmenni, mert jamarod meg már fény van, mi? De azért mondom, hogy nagyon érdekes koncepció, és... Hello. Ez volt az. Jó, tehát nem tudok tovább menni. Maximum itt fönn. De tulajdonképpen... Ténylegesen csak ott, ahol árnyék van, ott tudunk mozogni. Úgy igazán. Ezzel az a baj, hogy... Ott mutat két sárgát, látjátok? Tehát ott van két sárga, de nem tudom, hogy azon belül most mi nekünk... Ezt nem lehet valahogy le... Ezt nem. Látok, eljövök erre. Azt mondja, hogy valami generátort kell bizbaszolnom először. És ha az megvan, akkor lehet bekapcsolni azokat a szarokat. Ez oké, ez rendben van, csak nem jelzi a generátort. Nekem ez a problémám. Az nem generátor, vagy ez az. Ne basz, most... Oké, tehát ez nagyon ilyen stealth game, amit látjátok, tehát ilyen... Igen, várjátok. Talán jó lesz, majd kiderül. Oké. Okay. Tehát a probléma az, hogy itt meg megint van valami zölden világító szar. Nem tudok bemenni, mert... Az jön vissza? Az jön vissza. Oké, ez nem jó így. Érdekes. Tehát ez első pálya, amit látjátok. Tehát nem izé, ez első pálya. És már most ilyen. Oké, várjál. Itt be tudok menni. Azt a kurva, hát jó Isten. Ah. Az ide fog jönni, mi? Ide hát, bazd meg. Hello? Ha, várjál. Oké. Okay. Van kis robotja is. Most bekapcsoltam. Oké, okay, tehát ez volt a generátor, ami ugye ezeket kezeli. Igen, most jó lenne, hogyha itt mondjuk elmentette volna, és akkor nem... Azt a kurva, hello. Hát nem könnyű game, tehát maradjunk ennyibe. És a problémám az, így elsősorban. Látjátok, akármerre megyek, ezek jönnek. Tehát be nem jön. Oké, okay, hello. Yeah. Oké, okay, menj vissza. Oké, okay, hello. Oké, okay, akkor most is vissza tudunk menni, ugye? Itt vissza tudunk menni, ugye? Igen. Hello. Basz meg. Oké. Okay. Nagyon jó. Nagyon jó. Elég jók vagyunk. Maradt kettő. Ott kapcsoltuk be a generátort. Arra van egy. Ahova be kell majd néznünk. Ugye? Ide nem tudunk fölmenni, ugye? Csak...
Nem. Jó. Ezek érdekes, nem látnak minket, de amikor a közelébe vagyunk, őrjáratoznak, mint a rohadás. Tehát, hogy így... Mi van? Szóval nekünk oda kell mennünk arra. Az egyik rész. Jó. Oké. Az a baj, hogyha erre leugrok. Oké. Szóval bekapcsoljuk. Itt fölmenjünk, hogy erre jöttünk legelőször, csak akkor még nem kapcsoltuk be azért a generátorokat. Igen. Hello. Bazzik, Master of Shadows, mi beszarsz? Igen. Igen. Baszta kurva, beszarok, mennyire jó vagyok. Igen. Itt föl, hello. Oda... Oda hogyan menjen jövően, amúgy, de amúgy, hello. Most ha én ide jövök a zöld fényre, ezt meglát? Kapott egy stunt, oké, okay, hello. Nem? Ez. Elnyeli a mélység, oké, okay, megvan. Zsír. Oké, okay, egy megvan. Ja, hogy egy volt? Ja, jó, elnézést, oké. Okay. Tehát egy volt. Egy volt? Hello. És ami az előbb piros volt, az most zöld lett. Tehát ki tudjuk nyitni, és el tudunk arra menni. Igen, 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 igen. Jó, stim. Jó. Fasza. Bujkázási zon. Oké. Okay. Oké. Okay. Betöltött az új pályarészt. Hello. Mennyire jól néz ki, nem? Szerintem kurva jó. Hello. Oké. Okay. Szóval itt megint van egy olyan, ami... Jó, hello. Ez kurva jó egyébként, ez a... Ez a... Slisszansz a fénybe. Vagy az árnyékba. Ez történetbe, azok ez kurva jó. Lehet, hogy nem a legjobb irányba jöttem, de... Jó, jó, jó vagyunk, jó vagyunk. Jó. Persze, nem tudok átvenni, szakadjál meg. Oké, okay, hát ez, oké, okay, itt be vagyunk, itt be tudunk jönni. Igen. Te, szerintem bementem a textúrába. Skacom. Szerintem. Szerintem bementem a textúrába. Ezt látjátok, ugye? Oké, okay. Nem tudom, mi történt. Ne is kérdezzétek. Kimátrixoztunk, hello. Igen. Nem jó. Nem haltam meg. Na jó. Szóval nekünk... Megint be kell mennünk oda, az a kibaszott generátor. Oké, okay. Oké, okay. Zsír.
Igen, és akkor most... Azt a kurva! De az ott meg... Látok. Ez most nem erre néz, ugye? Jó, tehát akkor itt nem tudunk bemenni. Viszont ahogy itt néztem... Itt föl tudunk. Igen. Há! Azt a kurva! Oké. Okay. Ez ide jön? Az árnyékokra kell... Az árnyékokkal lesz valami, de... Szóval a probléma az, ha látjátok ezt, tehát, oké, okay, ja, hogy itt, oké. Okay. Oké, okay, föl kell jönni a tetőre, jó, oké. Okay. Oké, okay, zsír. Szóval ide kell jönnünk, jó. Ja, én irányítom? Nem, azért. A játék egyébként nem tudom, hogy natív felbontásban, hogy milyen renderelést használ, de biztos vagyok benne, hogy nem full HD-s a renderelése a játéknak. Tehát ez 100%. Vagyis hát nem gondolnám, hogy az. Vagy ha igen, akkor viszont az élsimítást az eléggé, hát gázosra. Igen. Okay. What are you waiting for? Come on, do it. Tehát itt van egy választásod, hogy azt mondod a misszióra, hogy nem, leszarom, ennyi volt, én nem akarom megcsinálni, vagy kikapcsolod ezeket mindet. Okay. Atlas végzete. Tehát ugye itt a Between Lights and Darkness között, illetve ebben a névben, ebben a címben azért el... Tehát ott van az is ugye, hogy itt nem kimondottan magáról a játéknak a fény és sötétségében való tehát mozgásából val függ össze, hanem ugye abból, hogy miket választasz, tehát mik lesznek a választásaid a játékban, ami eléggé majd befolyásolni fogja
úgymond tényleg a játékot. Oké, okay, tehát látjátok, tehát ez valójában, én amit olvastam, ezt 7, 6 vagy 7 egyetemistának a munkája. De most itt nyilván ugye akkor ezek szerint akik, tehát látjátok, ennyien csinálták, tehát vicc. Autodesk 3DS Maxot használtak, amit annó én is tanultam. És amit itt látjátok is, hogy barcelonai University-n csinálták ezt a játékot. Én abszolút, hogyha esetleg ebből csinálnak egy hosszabb verziót, vagy egy végleges játékot, én azonnal venném, azért is, mert nem nagyon van ilyen játék a piacon, és nekem ez nagyon-nagyon tetszik, és remélem, hogy tényleg nektek is tetszik. Ha tetszett, és tényleg érdekesnek találtátok ezt az egészet, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, kövessetek be Facebookon, Instagramon, meg mindenhol, és legközelebb jövök ilyen játékokkal még, addig jók lehetek, szevasztok!